Papíron megerősödve, a valóságban azonban meggyengült kerettel érkezik majd Székesfehérvárra a török Trabzonspor. A Videoton FC Európa Liga ellenfele az elmúlt napokban 3 millió euróért leigazolta a portugál Portótól az osztrák válogatott támadót, Mark Jankót, ő azonban még nem léphet pályára a székesfehérváriak ellen. Nem lesz itt a Sóstói stadionban a Trabzonspor egyik legjobbja, az argentin Gustavo Coleman, aki az egyik utolsó otthoni edzésen szóváltásba keveredett Señor Günes vezetőedzővel. A török mester azonnal kirakta a keretből a játékost és 100 000 eurós büntetés szabott ki rá. A Trabzonspor ennek ellenére igyekszik kivívni a továbbjutást Székesfehérváron. Igaz, a fehérváriak is ezért a célért szállnak majd harcba. Egy kifejezetten nagyon jó csapatról beszélünk, a törökök dinamikusak, technikailag nagyon képzett játékosok, de taktikailag úgy érzem, felvettük velük a versenyt, talán még sikerült is föléjünk nőni, és hát reméljük, hogy ez itthon is majd sikerül, és tényleg meg lesz a továbbjutás. A Videóton sokkal nyugodtabban készülhetett a visszavágóra. A 0-0-ás első mérkőzésen nem volt ott a csapatban a válogatott középpályás Gyurcsó Ádám, aki a hétvégén a haladás elleni bajnokin 2 góllal bizonyította, hogy kitűnő formában van. Tévéből borzasztóan rossz érzés volt nézni a saját csapatom meccsét, hogyha én nem tudok ott lenni, akkor ez nekem szenvedés, de nagyon örültem neki, mert tényleg láttam a srácokon, hogy foggal, körömmel harcoltak minden labdáért, és nagyon szervezett játékot mutattunk benn, és igazából én úgy gondolom, hogy amit a szakmai stáb megmutatott belőlük, vagy felkészített belőlük, én úgy gondolom, hogy semmilyen extra dologgal nem tudtak minket meglepni. Bizakodva tekint a találkozó elé Paulo Sousa, a Videoton FC vezetőedzője is. A portugál tréner kiemelte, hiába alkotják kiemelkedő tudású labdarúgókat Trabzonsport, a Videoton csapatként sikeresebb lehet. A dolgunkat megnehezíti, hogy egy mérkőzésen már túl vagyunk, a török csapat már tudja, mit és hogyan játszunk. Jobban ismernek már minket, pontosan tudják, mire kell odafigyelniük. A legfontosabb, hogy ennek fényében mi ugyanolyan fegyelmezetten és szervezetten játszunk, mint az Európa Liga eddigi mérkőzésein. A Trabzonspor képes egy kiugró teljesítményre, egy eredményes játék bemutatására, mivel nagyon jó labdarúgók alkotják, de ez igaz ránk is. Ha mindenki oda teszi magát, akkor képesek lehetünk a nagy cél elérésére, vagyis a selejtező sikeres megvívására. A Videoton FC és a Trabzonspor Európa Liga kvalifikáció visszavágója csütörtökön 20 óra 30 perckor kezdődik a Sóstói stadionban. Ezen a találkozón akár a Vidi új igazolása, a középhátvéd posztján bevethető brazil Kaká is lehetőséghez juthat.